Ezek a képsorok a magyarországi kommunista diktatúra idején készültek. Ez időtájt történt, hogy 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát letartóztatták, majd börtönbe zárták. Ekkor még senki nem tudta, hogy 2000-ben ezt a napot a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítják. Ez tulajdonképpen egy fordulópont volt a magyar kommunista diktatúra kiépülésében. Sokan, akik eddig el is hitték, hogy Magyarországon valódi esély van a demokráciára, azok ekkor döbbentek rá, hogy itt tulajdonképpen demokratikus keretek között megállíthatatlanul zajlik a kommunista diktatúra kiépülése. Magyarországon a kommunizmus áldozatainak száma 700 ezer és 1 millió közé tehető. Közülük körülbelül 300 ezeren meg is haltak. Sajnos a Kádár és a Rákosi korszak mindegyike hemzsegett a terrorcselekményektől. Hoppál Péter, Baranya megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Kovács Béla egykori szülőházánál tartott megemlékezést. Az ingatlan néhány évvel ezelőtt kormánytámogatással lett felújítva, valamint emlékpontot hoztak létre, hogy a mai generáció is hiteles tájékoztatást kapjon, milyen is volt a kommunista terror. A képviselő hozzátette, fontos, hogy emlékezzünk az áldozatokra. Az újabb generációknak nincsen személyes megtapasztalása 1990 előttről. Mi, akik akkor is éltünk, és akik ismerhetjük azokat az áldozatokat, akiknek az életüket kerékbe törték, és akiket meghurcoltak, az ő szemükben nézve különös felelősség és nagyon szép feladat, hogy a fiatalság számára továbbadjuk az ő örökségüket. A pécspatai megemlékezés koszorúzással zárult.